Hőségriasztás, csütörtök éjfélig rendelték el a harmadfokú készültséget, igazi kánikula lesz. Hosszú várakozás, kilométeres sorban állnak a kamionok az Záhonyi határnál a nagy melegben. Jubileum, 10 éve tartják fenn a nyírbátori iskolát, a reformátusok most az épületet is átvették. Életbe lépett az országos tiszti főorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás, amely csütörtök éjfélig tart. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi közép hőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri a 27 Celsius fokot. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Életbe lépett a vörös kód is, ez azt jelenti, hogy a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A legmelegebb szerdán várható, akkor akár az 1994-ben Szeghalomban mért 37,9 fokos napi melegrekord is megdőlhet. Jól esik pár pillanatra megállni a párakapu alatt ebben a hőségben. Hétfőn délelőtt még elviselhető volt a nyári meleg, de már így is sokan használták ki ezt a lehetőséget Nyíregyházán. A gyerekeknek, az időseknek, a fehér bőrűeknek és a krónikus betegségben szenvedőknek különösen megterhelő lehet ez az időszak. Nekik az átlagosnál nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy segítsék szervezetüket a hőség elleni védekezésben. Elsősorban ugye a megelőzésre kell nagy hangsúlyt fektetni, tehát minél kevesebbet tartózkodjunk az erős napsütéses időszakban melegbe, közvetlenül napfénynek kitett helyen, fizikai munkát, sporttevékenységet lehetőleg inkább korai vagy esti, késő délutáni órákban végezzünk, hogy minél kevésbé terheljük meg a szervezetet, illetve oda kell figyelni arra, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, ami ugye ilyenkor mindenki számára a napi adagnak a gyakorlatilag a másfél-kétszeresét jelenti legalább, de mondjuk aki többet tartózkodik a napon, vagy tényleg valamiféle fizikai munkát végez, akkor simán a normál folyadékbevitelének a 3-4-szeresére is szükség lehet akár. Azonban előfordul, hogy a legnagyobb igyekezet ellenére is bekövetkezik a baj. Enyhe esetben általában egy kis gyengeség, szédülés, leizzadás, fejfájás, hányinger szokott jelentkezni, viszont súlyosabb esetben ez akár ugye eszméletvesztésig is fokozódhat. Azért akinek súlyosabb tünetei vannak, mindenképpen célszerű orvoshoz fordulni, hogy a megfelelő kezelést időben megkaphassa. Egyébként pedig, hogyha csak enyhe tünetek vannak, akkor mindenképpen hűvösben kell tartózkodni, hűteni kell magunkat, bő folyadékfogyasztásra van szükség, esetlegesen tüneti gyógyszerek, egy kis fájdalomcsillapító, hányingercsillapító gyógyszer. Az Országos Meteorológiai Szolgálat megyénkre másodfokú figyelmeztetést adott ki. A hétfői 33 fokos csúcshőmérsékletet az időkép előrejelzése szerint még rosszabb követi. Kedden a legmagasabb napi hőmérséklet Nyíregyházán és környékén akár 37 fokot is elérheti, és ez kitart majd szombatig. Akkor egy erős széllel és zivatarral érkező hidegfront hoz egy kis enyhülést, de még ekkor is 30 fok fölötti hőmérsékleteket mutatnak majd a hőmérők. A legmelegebb szerdára várható, akkor akár az 1994-ben Szeghalomban mért 37,9 fokos napi melegrekord is megdőlhet. Fülöp Attila államtitkár reggeli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy életbe lépett a vörös kód. Ez azt jelenti, hogy a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A nagy melegben több kilométeres kocsisor torlódott fel a Záhonyi határátkelőnél az Ukrajna felé vezető oldalon. A kánikulában a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete oszt vizet naponta kétszer. A hosszú várakozási idő július első hetében is kitarthat, ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy az utazók megfelelő mennyiségű folyadékkal induljanak útra. Tűző napon állnak a személy- és teherautók, kamionok a magyar-ukrán határ Záhonyi kilépőjénél. A több órás várakozási idő péntektől nehezíti meg a közlekedők helyzetét. Ezt a videót vasárnap a határváros polgármestere posztolta közösségi oldalán. Nem elég a várakozás, harmadfokú hőségriasztás is érvénybe lépett, amely az előrejelzések alapján hétfő 0 órától csütörtök éjfélig tart. A kánikulában a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete naponta kétszer oszt vizet az úton lévőknek. A kamionosok viszonylag jól felkészültek, tehát ugye ők hozzá vannak szokva akár a hosszú várakozási időhöz, illetve a hosszú utakhoz is, viszont a személyautósok nagyon sokszor rosszul mérik föl az utazási lehetőségeiket, illetve a várakozási lehetőség, a várakozásnak az idejével nem feltétlenül számolnak.
Sokszor volt már erre példa, hogy az Áhonyi határátkelőnél kénytelenek voltunk vizet osztani az ott várakozóknak, hiszen időközben kifogynak a tartalékaikból. Nagyon sokszor családdal indulnak útnak, azok is, akik kereskedelmi céllal utaznak ebben az időszakban. Várhatóan ez július elejéig tart el az előzetes számítások szerint, és addig, amíg tart ez a hőség, illetve ez a több kilométeres autósor ott van a határátkelő előtt, addig a Vöröskereszt naponta két alkalommal fog ásványvizet osztani a várakozóknak. A Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója többek között arra hívta fel a figyelmet, ha valaki hosszabb útra indul, mindenképpen vigyen magával megfelelő mennyiségű folyadékot. Aki nem csak a határ felé indul, hanem bárhová az országba, legyen nála megfelelő mennyiségű folyadék, hiszen a megmelegedett langyos ásványvíz is jobb, mint hogyha semmi nincsen az autóba, hogy nehogy a túlforrósodásnak, a hőgutának, illetve a kiszáradásnak, a kiszáradás veszélyének tegye ki bárki saját magát, illetve a családját. Érdemes bekészíteni olyan kisebb törölközőt, amit meg lehet vizezni, amivel lehet hűteni a nyakat, a fejet, vagy hogyha gyerek van az autóba, akkor a gyereknek a testét, hogy nehogy felforrósodjanak. A vízosztásban a megyei Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei vesznek részt. Gurály Edina megyei igazgató elmondta, az Áhony környékén élő közösségi szolgálatos fiatalok is bekapcsolódhatnak az ásványvíz kiosztásába. Várják további önkéntesek jelentkezését. A koronavírus járvány miatt az elmúlt két évben nem lehetett időközi választásokat tartani, így a múlt vasárnap több településen is újra kellett választani polgármestereket és képviselőket. A megyében 5 településen választottak polgármestert, 3 helyen pedig képviselőtestületet is. Nyíregyházán pedig 2 körzetben választottak egyéni önkormányzati képviselőket. Ezeken a településeken lemondás, feloszlás és összeférhetetlenség miatt vált szükségessé az időközi választás, de a koronavírus járvány miatt 2 éve nem lehetett megrendezni. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján Nyírkércsen 100%-os magabiztos győzelmet aratott Rostás János Tibor, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. Bíró Miklós Darnón, Kertész Zoltán pedig Anarcson a szavazatok több mint 2/3-át gyűjtötték be, mindketten független jelöltként indultak. Szorosabb versenyben lett az ugyancsak független jelölt, Maximovics György, PAP polgármestere, mintegy 50,78%-kal, Búzás Jánosné pedig Nyírpilis polgármestere 47,4%-kal, szintén függetlenként. Ezeken a helyeken néhány szavazat különbség döntött. Emellett Anarcson, Nyírkércsen és Papon a képviselőtestületet is újra kellett választani. Nyíregyházán 2 választókerületben tartottak időközi választást. Az egyes egyéni választókörzetben Halkóné dr. Rudolf Éva a szavazatok 74,57%-ával, a 3-as számú körzetben pedig dr. Ulrich Attila 76,1%-kal jutott be a közgyűlésbe, mindketten a Fidesz-KDNP színeiben. A következő vasárnap, július 3-án folytatódnak az időközi választások. Császló, Pátroha, Szamosújlak és Szamostatárfalu is új polgármestert választ. 10 éve vette át a Nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda fenntartását a helyi gyülekezet. A jubileumra istentiszteleten emlékeztek szombaton. Az ünnepségen bejelentették, mostantól nem csak a fenntartója lesz az egyház, hanem az épületek tulajdonjogát is átveszik az önkormányzattól. Az orgona hangjára vonultak be az istentisztelet vendégei a Nyírbátori Református templomba. A tanévzáró ünnepségnek különleges jelentőséget adott, hogy éppen 10 éve vette át az intézmény fenntartását a Református Egyház. Erre emlékeztetett ige hirdetésében Gál Sándor református esperes is. Számomra az ez az istentisztelet. Végig gondoltam, hogy azonnal az akkori 8. osztályosok már egyetemet végzett, önálló életet élő hölgyek és urak lettek, akik még egy kukorékkal elmihettek, nyilvánvaló református általános iskola, újra kialakuló is az élete értékesítsen jelentő maradékának. A
10 éves jubileumot úgy ünnepli most az intézmény, hogy immáron nem csak a fenntartása van a református gyülekezet kezében, hanem átvehette az épületeket is. A felújításhoz nyújtott kormányzati támogatásra emlékeztetett Simon Miklós országgyűlési képviselő. Én úgy fogalmaznék, hogy a Báthori Anna református iskola folytatta azt az ősi hagyományt, amit a reformátusok itt több évszázadon keresztül Nyírbátorban letettek, mármint a gyerekek oktatását, nevelését, az ifjúság nevelését. És ilyen formán ezen ősi hagyomány sokkal teljesebb körű, mint ahogy az alapító igazgatóasszony mondta, hogyha saját tulajdonú intézményben folyik az oktatás-nevelés, mert az ember egészen másképpen áll hozzá, mármint lelkileg, hogyha saját intézményét gyarapítja a munkájával, és ilyen formán nagy szó az, hogy a kormány 1,3 milliárd forintot bocsájtott az egyház község rendelkezésére, amiből 700 millió forintért megvásárolhatták az önkormányzattól az ingatlant, az iskola épületét, míg a maradék 500 millió forintból pedig felújíthatják a fel nem újított részeket. Az elmúlt 10 évben szorosan együttműködött az iskola működtetésében az egyház és az épületeket tulajdonló helyi önkormányzat. Máté Antal polgármester most arról beszélt, hogy a nyírbátori reformátusoknak közösségteremtő ereje van. Ennek az egyik élő és ma ünnepelt példája vagy mérföldköve az, amikor 10 évvel ezelőtt a helyi közösség úgy döntött, hogy újra iskolát alapít, és egy nagyon fontos feladatot vállal ezzel magára a helyi közösség életében. Hiszen az oktatás-nevelés az nem csak egy különleges feladat, nem csak egy különleges lehetőség, hanem nagyon komoly felelősség is egy közösség életében, hiszen nem, ha jól végezzük, vagy ha rosszul, akkor nem csak az adott pillanatban érzékeljük annak a hatását, hanem ahogy Esperes úr is fogalmazott, igenis komoly hatása van a jövőre nézve, komoly hatása van arra, hogy az adott közösség milyen módon, milyen létformában, milyen boldogságban fog majd tudni élni a következő évtizedekben, évszázadokban. A tanévzáró ünnepségen felszoroló intézményvezető úgy értékelt, sikeres évtized áll mögöttük. Úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk. Az iskola 2012 óta működik református fenntartásban, 2019-ben pedig óvodával bővült az intézmény. Báthori Anna nevét 2016-ban vette fel az iskola. 3 személyt vett őrizetbe a rendőrség pénteken Tokajnál drogkereskedelem megalapozott gyanújával. Egyikük egy 36 éves sárospataki férfi felesége nevében rendelt kábítószert egy külföldi weboldalról, amelyet aztán dílereknek, így például egy baktalóránt házán élő személynek adott el. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda miskolci osztálya a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bevonásával május óta nyomozott az ügyben. A gyanúsítottakat a legutóbbi adásvételt követően vették őrizetbe, a hatóság a talált bizonyítékok alapján kezdeményezte letartóztatásukat. A gyanúsítottak elfogására június 24-én került sor. A férfit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Borsod megye határában fogták el. Az autójában 1 kg barna pistályos anyagot találtak és foglaltak le a rendőrök. Majd a lakásában is kutatást tartottak, ahol a porciózáshoz használatos mérlegeket, illetve tasakokat találtak. A férfivel szemben a Nyíregyházi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt indít büntetőeljárást. A másik két gyanúsított elfogására szintén június 24-én került sor. Az ő képkocsijukban, illetve a sárospataki lakásaiban tartott kutatás során 4,5 kg kábítószert foglaltak le a kollégáink. A lefoglalt drog fekete piaci értéke közel 20 millió forint. A rendőrség ezzel az akcióval 20 ezer adag kábítószer piacra kerülését akadályozta meg.
A hagyományos díjkiosztóval lezárult a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság 2021-22-es idénye. 10 csoportban 105 csapat, 1200 meccset játszott az elmúlt 10 hónapban. Folytatás augusztusban, előtte azonban július 14 és 17-e között 10. alkalommal rendezik meg Sóstón a Strand Foci Fesztivált. Serlegekkel tele asztalok ezúttal a Continental Arénában. A futszálosok és a megyei bajnokságokban szereplő nagypályás csapatok után a nyíregyházi városi kispályás bajnokság legjobbjai vehették át díjaikat. Két csonka évet követően valamennyi meccset le tudták játszani a 10 csoportban. Az ország egyik legnagyobb szabadidős rendezvény sorozatának számító bajnokság több mint 3000 amatőr futballistát mozgat meg. Mint Ajka László szervező elmondta, több csoportban csak az utolsó fordulóban dőlt el a helyezések sorsa. Egy igazán színvonalas bajnokságot tudunk most már magunk mögött, hiszen utolsó pillanatig az utas előtti fordulóban még csak 2 bajnokunk volt, és majdnem az utolsó fordulóban dőltek el a bajnoki címek és a dobogós helyezések, vagy éppen a kiesésre ítélt csapatok. Hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy igazán sportszerű bajnokságot zárhatunk be. Igaz, hogy a pandémia után, mikor visszajöttek a csapatok, egy kicsit kiélezett volt a küzdelem, ki is voltak éhezve a csapatok, és kicsit jobban elengedték magukat, akkor 8 kiállításunk volt 600 mérkőzésen, most viszont erre szintén nagyon büszke vagyok, 600 mérkőzésen, a második 600 tavaszi idényben, ott viszont csak 5 kiállítás volt, ebből sem volt olyan kirívó minőségű kiállítás, és ez sokat számít részemre, és az is nagyon sokat számít nekem, hogy nem volt kimagasló sérülés a bajnokság folyamán. A nyári szünetben is lesz lehetőség játékra, hiszen július közepén 10. alkalommal rendezik meg Sóstón a Strandfoci Fesztivált. A csapatok pillanatok alatt megtöltötték a létszámot, 32 csapat nevezett be a férfiaknál a Strandfoci Fesztiválra, és 4 női csapat. 14-én indul, július 14-én és 17-én estig zajlanak majd a küzdelmek. A hölgyek azok csütörtökön 14-én reggel kezdenek, és azt követően pedig egyfolytában játszunk egészen a döntőig, tehát 17-én este 7 óra magasságába kerül átadásra az immár 10. alkalommal megrendezésre kerülő jubileumi strandfoci fesztivál, ami most nemzetközi lesz, hiszen egy szlovák csapat is indul a tornán. A kispályás bajnokság új idénye augusztus 15-én rajtol. Előtte való szombaton a Víg István emléktornán hangolhatnak a kezdésre a csapatok. Döntetlent játszott a szezon első edzőmeccsén a kisvárdai futballcsapat. Az Európa Konferencia Liga selejtezőre készülő együttes Budapesten az NB1-es újonc Vasas ellen lépett pályára, és a találkozó 2-2-es eredménnyel zárult. A kisvárda csütörtökön ausztriai edzőtáborba utazik, ahol 4 mérkőzés játszik majd a csapat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás, amely csütörtök éjfélig tart. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri a 27 Celsius fokot. Életbe lépett a vörös kód is. Ez azt jelenti, hogy a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A legmelegebb szerdán várható, akkor akár az 1994-ben Szeghalomban mért 37,9 fokos napi melegrekord is megdőlhet. A nagy melegben több kilométeres kocsisor torlódott fel a záhonyi határátkelőnél az Ukrajna felé vezető oldalon. A kánikulában a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete oszt vizet naponta 2-szer. A hosszú várakozási idő július első hetében is kitarthat, ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy az utazók megfelelő mennyiségű folyadékkal induljanak útra. 10 éve vette át a nyírbátori Bátori Anna református általános iskola és óvoda fenntartását a helyi gyülekezet. A jubileumra istentiszteleten emlékeztek szombaton. Az ünnepségen bejelentették, mostantól nem csak a fenntartója lesz az egyház, hanem az épületek tulajdonjogát is átveszik az önkormányzattól. Június 27-én hétfőn a Kölcsei televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Hétfő éjszaka derült lesz az ég, a hőmérséklet alig csökken a nappali átlaghoz képest, 21-23 fok között alakul. Kedd napközben marad a nyári idő, csapadék nem várható, délután 31-37 fok várható. A hét további részében marad a nyárias meleg, némi enyhülés szombaton várható széllel és esővel.